Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és ahogy a cím is mutatja, ez egy kérdésekre válasz című történet vlog lesz, mégpedig annak kapcsán, hogy érkeztek kérdések, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy folytatom-e a Linuxos történetet, vagyis ugye, hát első körben lesznek-e Linuxos videós. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nyugalom, lesznek Linuxos videók, többek között most például egy új kis kezdeményezést fogok kipróbálni, először live-ban, majd utána pedig föltelepítve, hogy vajon hogy működik. Erről annyit kell tudni, hogy egy webalapú rendszer, ami egy kicsit össze lett boronálva az Ubuntu 14.04 előnyös tulajdonságaival, hogy ne csak online működjön a rendszer, hanem úgymond offline is. A másik kérdés ugye itt, mivel az utóbbi napokban gyakorlatilag mi volt a csatornán, hát volt értekezés, ugye, hogy előnyös a számodra két rendszer, illetve ugye általános információk, itt a jelszókra gondolok, stb., illetve ugye nem utolsó sorban volt az én elvárásaim ugye a Windows 10-zel kapcsolatban, meg egy kis kitekintés ugye a GTA 5 világába, hogy hogyan is megy az én gépemen. Nos, hát tervezem azt, hogy akkor ezt a rendszert, amiről beszéltem, ezt a webalapú és most már offline-nal ötvözött rendszert kicsit megizzasztom, megnézem és bemutatom nektek, ugye mivel Linux alapon van, ezért pont a kérdésre válaszolva akkor lesznek Linuxos videók, és kaptam amúgy is témajavaslatokat, úgyhogy azból is dolgozni fogok, illetve jött egy olyan kérdés ugye itt a jelszók kapcsán, hogy ezt a LastPass Vault-ot honnan lehet leszedni. Ugye aki netán nem nézte a videót, hát arról van szó, hogy gyakorlatilag ugye ez a kis program online felületen minden jelszónkat le tudja egy fiókba menteni, és nekünk nem kell 622 jelszót megjegyezni, hanem elég egyetlen egy jelszót, azt viszont ajánlott soha ki nem adni a kezünkből, ugyanis ezzel az úgymond Mester vagy Master Password-del, úgymond az összes fiókunkba lépünk be egyszerre, vagyis amikor ugye belépünk egy Facebookba, vagy szeretnénk belépni egy Facebookba, vagy YouTube-ba, akkor ez a LastPass-t fogja magát, aktivizálja és gyakorlatilag berak egy a mi jelszónknak megfelelő karakterhosszúságú pötty halmazt, amit ugye mi se látunk, viszont annak mentén, milyen kódolással volt ez a jelszó megadva, gyakorlatilag annak mentén egy teljesen más jelszót ad meg, ezáltal teszi biztonságosá azt, és kikerülhetővé, hogy ugye a Keylogger program mondjuk, ami működik a rendszerünkön, mert valahogy belopózott hátulról, nos az le tudja szedni a mi jelszavunkat, és föl tudják törni a fiókunkat, az pedig a következő dolgon lehet elérni, tök egyszerű, különben hozzá kell tenni. Itt van lastpass.com/hu történet, berakom majd a leírásba természetesen, töltsd le ingyen, kövesd a adott instrukciókat, rak föl, állíts be, ő is hajrá, és minden egyes oldalnál itt fölül ki fog jönni egy ilyen kis kék csík, ami például Facebook esetében igen zavaró, ugyanis meg fogja kérdezni, hogy ő ezt lementse, és ott kategória szerint le tudod menteni, jelszót tudsz adni, stb. Illetve, hogy most ezzel ne foglalkozom, vagy soha meg se kérdezze, és akkor így gyakorlatilag le tudod menteni, nem tudod lementeni, vagy nem akarod lementeni, az már a te dolgod, mondom, be fogom rakni akkor a leírásba. Harmadik kérdés pedig, hogy a live. Nos, hát a live az nem halt ki, mint olyan, hanem kicsit most szüneteltetve van, idézőjelben, lehet azt mondani, ugyanis egyrésztről be kell vallanom töredelmesen, TS-re sem mentem körülbelül egy hete, másrésztről pedig én is teljesen mással voltam elfoglalva, ugyan nálam itt zajlanak az események, jobbra-balra, előre-hátra, most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy jövő héttől kezdődően egyrésztről 10-szer jobban beindul az albérletkeresési mizéria, ugyanis most már jó lenne ennyi szenvedés, meg egy helyben való toporgás helyett végre járni, ennek a történetnek is lezárni, illetve átalakul a munkarendem, és ez azt jelenti, hogy olyan körülbelül este 8-ra fogok hazaérni, reggel 7-től, és innentől kezdve pedig hát mindenki dönts el, hogy mennyi idő maradhat videózásra, viszont az biztos, hogy nem fog a csatorna kinyíródni, ugyanis mindenféleképpen kritériumként szerepel az is, hogy legyen netelérés,
legalább Wi-Fi-n, vagy hát ugye én annak örülnék a legjobban, hogyha normális UTP kábelen egy aránylag normális sávszéllel, hogy normálisan tudjanak fölmenni ugye a videók sebességileg, illetve azért én is tudjak mondjuk online játszani vagy ilyesmi, már hogyha egyáltalán arra adnám a fejemet. Úgyhogy nyugalom, lesz Linuxos videó, berakom a leírásba a LastPassword-nak akkor a elérhetőségét, hogy honnan tudjátok beszélni, tök ingyen hozzáteszem, illetve ugye akkor lesz live is, majd valamikor. Nem tudom még mikor, majd jelentkezem, úgy is fogtok értesülni róla, mert ilyen kis szösszeneteket szoktam ugye mindig előtte föltenni, hogy mondjuk szerda van, és akkor pénteken készülj, mert lesz live, gyere, stb. Hozzad a témáidat, blablabla, szóval ez a tök béna online marketing szokott menni a részemről, úgyhogy majd szólok, hogy mikor lesz, és addig pedig akkor majd érkezünk valamilyen fajta videóval. Addig is, ameddig nem találkozunk újra, akkor én kellemes hétvégét kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Hello!